Sziasztok! Ebben a videóban most a fűrész gyűjteményemet fogom bemutatni. Már régebben bemutattam a filmeket is egyesével, most viszont így egybe, így összegezve be fogom mutatni őket. Akkor vágjunk is bele. Itt is van az első rész. Ez az én személyes kedvencem, szerintem ez sikerült a legjobban. És a borítója is nagyon tetszik. Ilyen a hátulja, van egy rövid történetleírás, vannak extrák, szerencsére mind az összesen, hát kivéve a hetediken, azon nincs extra, de a többin van, elég bőségesen. 5.1-es magyar, és 6.1-es, az igazából nem tudom, én már 7.1-esről hallottam már, ilyen 6.1-esről még nem, tehát az igazából én még nem is néztem utána, hogy milyen. 102 perces és 18-as. És ugye ez mind az összes része, kivéve a hetedik, ezek dupla borítósak. Tehát így lehet cserélgetni őket. Hát nekem a fekete az jobban tetszik, mint ez a fehér. Igazából ez is tök jól néz ki, de mondhatnám az még jobb. Meg maga ez a lemez is tök jól néz ki, ilyen körfűrész alakú. Tehát nagyon tetszik, meg egyik kedvenc filmem, úgyhogy... Tehát manapság már szerintem nagyon be se lehet őket szerezni, csak használtan. Itt a második része, ezt is nagyon imádom, ezt a részt, ez is nagyon jó. Borítója is nagyon durva. A hátulján ugyanúgy. Itt van egy kis történetleírás, extrák. Ugye a hang, felírat, meg minden. Ilyen a belseje. Ez pedig a másik borító. Itt a harmadik rész. Ez már egy kicsit gyengébb lett, mint az előző kettő, de igazából még ez is nagyon jó. Bár igazából itt már itt befejezhették volna ezzel a résszel az egész szériát. Nézzétek ezen is mennyi extra van. Mert ez tényleg egy jó befejezése lett volna. Igaz, hogy gyengébb lett, mint az első két rész, viszont ez a leghosszabb, 110 perces. Gyengébb lett, mint az előző két rész, de... befejezésnek ez tökéletes lett volna. Így néz ki belülről. Hát ez is tök jól néz ki, ez a lemezborító, nagyon durva. Aztán itt a negyedik rész, hát ez már nekem annyira igazából nem tetszett, de még így meg lehet ezt is nézni, viszont a borítója ennek is nagyon durva. Talán ez a legjobb borító mind a hét közül. Viszont ezzel a kiadással az a baj, hogy vágott, úgyhogy én ezt utálom, ezt a vágott verziót. Nézzétek, nem is láttam a boltban, amikor megvettem. És még így is X-es korhatár besorolás a legmagasabb. Nem is értem, hogy miért adnak ki vágottan DVD-n filmet. Ilyen a belseje. Tehát ezt igazából nem tudom, egy 3 percet, vagy mennyit vágtak ki. 89 perc, az eredeti az meg azt hiszem 92 vagy 93. Tehát kivágtak belőle jelenetet, hát nem tudom miért kellett. Itt az ötödik rész, szerintem ez a leggyengébb. Ez nekem nem is tetszik ez a rész annyira igazából, de ezt is megvettem, mert hát a... legyen akkor már ki a sorozat. Borítója ennek is szintén nagyon jó. És itt a hátulja. Extrák. És 18-as. Itt pedig a hangok felirat. Belülről pedig így néz ki. Ennek is még mondjuk jó a másik borítója is, az is tök jól néz ki. És hát ilyen belülről az ötödik része.
Aztán itt a hatodik, na ez már jobban sikerült, mint a ötödik rész, tehát meg a negyedik. Tehát itt már erre már tényleg azt mondom, hogy ez jobb lett, ez X-es besorolás, ezen is van bőven extra, interjú, kisfilmek, hát van itt minden. A belseje pedig így néz ki. Na és végül az utolsó rész, a hetedik, az utolsó fejezet, de én úgy olvastam, hogy idén érkezik neki a nyolcadik része, úgyhogy ez az utolsó fejezet, ez már ugye nem lesz így úgymond aktuális, habár a péntek 13-nak is azt hiszem a negyedik részének az a címe, hogy az utolsó fejezet, aztán még csináltak neki rengeteg folytatást, úgyhogy igazából nem lepődök meg. Meg ez a rész is tényleg ez, ide is van, hogy befejező része, de mégis olyan a vége, hogy tehát nincs befejezve a vége, tehát még maradnak kérdések nyitva. Ez is X-es besorolás. Minden idők legsikeresebb horrorfilm sorozatának befejező része. És ez meg már ugye nem dupla borító, sajnos. Pedig ezt is kiadták dupla borítósba, de én véletlen ezt vettem, meg nem figyeltem. Na mindegy, igazából annyira nem számít. Hát itt van mind a hét rész így egybe. Nekem úgymond ez az első, meg a második úgymond a kedvencem. A negyediket, meg az ötödiket, azt annyira nem szeretem. A 3, 6, meg a 7 még az is tetszik nekem. Na és még nekem van egy ilyen fűrészes maszkom, vagy állarsz, vagy mi ez igazából díszként funkcionál. Ilyen jó műanyag. Igazából teljesen jó. Hát ami a fűrészfilmekben van, bábú. Az. Na és hát ez az én fűrész DVD gyűjteményem. Nagyon szeretem ezt a filmet. Nekem az egyik kedvencem. Habár inkább tényleg csak az első meg a második része. Én ezt mindenkinek tudom ajánlani, mert szerintem nagyon izgalmas, meg nagyon jó. Na hát ennyit szerettem volna, majd még jelentkezem DVD bemutatókkal, sziasztok!